A magyar himnusz, amelyet az ünnepségeken mindenki énekel, rejteget meglepetéseket. Kevesen gondolnánk, hogy már az első sorát félreértelmezzük. Balatonfüreden a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szabó G. Zoltán kölcsei kutató, a Kölcsei Kritikai Kiadás szerkesztője az első sort így magyarázta. Nézzük meg, hogy kezdődik. Isten áldja meg a magyart jókedvel, bőséggel. Mit jelent ez? Az áldás ugye megállt, azt tudjuk, mit jelent. De jókedvel, az nem azt jelenti, hogy jókedvűen. Azt jelenti, hogy jókedvűen és szívből. Tehát nem jókedvel ajándékozza, áldja meg a magyart, hogy a magyarnak legyen jókedve, hanem az Úrtól várja a jókedvet és a bőséget az ajándékozásba. Holott a jókedvel, arra gondolna az ember, hogy hát a magyart áldja meg, akkor jókedvel a magyarnak legyen jókedve. Nem, az Úrnak legyen jókedve. Most ez sem olyan magától értetődő. Vagy nyújts felé a védőkart, ha folytatjuk felé. Hát a védőkar az ugye, amikor a harcoló felek fölé teszi ez a szente a kezét, és védi a harcoló felét, a saját harcosait, stb. Hát ha felé, akkor az annak sok hatása nincsen. Hát igen, mert Kölcsei Szatmári volt, és a föléjeit ők eltűnően nyelvjárásról beszéltek, ott felé. Most hát ez tudható, de nem mindenkinél magától értetődő. Kölcsei Ferencről kevés történetet ismerünk, hogy kora kiemelkedő tudású költője, politikusa volt, annyi bizonyos. Volt 3-4 barátja, Bártfai, Szemere, stb. És még egy, és Csusz. Mindig visz, udvariasan, de távol tudta tartani az embereket. Egyszerűen egy fegyelmezett ember volt, és érdekes módon nincs feljegyzés még arról sem, hogy a humoros megjegyzés, vagy valami anekdotikus elemmel kapcsolatban semmi. Maga erkölcsi tisztaságában és méltóságában létezett, ez viszont egy abszolút tekintélyt biztosított neki. Megyegygyűlés volt Nagykárolyban, és Bártfai, ugye a nagykárolyiak gazdatisztje, vagy tisztje megkereste a grófot, hogy hát elnézést, hát ő a megye grófját, övé voltak éppen a megye, hát nehogy elfelejtse jönni. Mire a Károlyi homlokához csak, ó, Istenem, hát Bécsbe akartam menni, már meg is beszéltem, és várnak is. Hát nem tudok menni, mire azt mondja Bártfai, ezt nem lehet maga nélkül egy megyegyűlés megtartani. Hát, de aztán miért menjek, mondja Károly, hát a buta hülye kis primitív nemesek, primitív izék, hát azokkal szórakozzam, mire megjegyzi Bártfai, hát ott lesz Kölcse is. Jaj, az meg nagyon okos. Szóval ez volt Kölcsei, hogy még az ország egyik leggazdagabb grófja is fél tőle. Hát akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy tekintélye volt. Szabó G. Zoltán himnuszról írt tanulmánya egyike annak a 4 írásnak, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár megbízásából az Argumentum kiadó jelentetett meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi ugyanis a Kölcsei család leszármazottainak megbízásából az 1823-ban keletkezett Kölcsei kéziratot és a jó 20 évvel későbbi Erkel Ferenc által írt dallam eredeti kottáját is. A Magyar Himnusz képes albumában, amit ma tudunk a himnuszról és történetéről, minden benne van, mondta a Vasari Villában tartott beszélgetésen Boka László, a Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatója. Ugye ez a két kincs már olyan felbecsülhetetlen érték, ami alapján a Nemzeti Könyvtár megkereste az Argumentum kiadót, egy korábbi jó társunkat, társkiadót, és az azóta sajnálatos módon elhunyt néhai Láng Józseffel kezdtük el ennek a kötetnek az előkészületeit. Örömünkre a köztársasági elnöki hivatal is támogatta az albumot, az album megjelenését. Ugye ezen túl azért van egy szellemi, magasztos része, ami már megjelenik, amikor azt mondjuk, hogy a Magyar Himnusz albuma, akkor ezt úgy írjuk le, hogy a mindennapokban himnuszként írjuk, de hát ugye Kölcsei még Y-nal és S-sel írta a himnuszt. Erkel már S-zével a végén, tehát himnusznak írta a pályaművét, tehát lehet látni, hogy ahogyan ez egy picit deszakralizálódik pozitív értelemben, de hogyha hozzáveszünk azt például, hogy Erkel mindezt Deák Ferencnek ajánlotta föl, ugye a haza bölcsének, akkor, és abban az időben, amikor, tehát a magyar függetlenségi harcok korában, akkor ilyen formában már is van egy jogi
háttere is, egy alkotmányos háttere, ami egy picit a passzív rezisztenciának az eszközévé is tette magát a művet. Tehát ez már a 19. Ha ezt hozzáveszünk azt, hogy milyen története van magának a himnusznak, és az európai himnuszok történetében milyen helyet foglal el, mikor próbálták és hogyan próbálták meg megmásítani, mint a körülöttünk élő országokban, nemzetekben, ez nagyon sok esetben megtörtént, ehhez képest a magyar himnusz ugye töretlenül megmaradt, akkor ez már is egy ilyen érdekes történet. Tehát, hogy 4 összefoglaló tanulmányban próbálja meg a kötet valóban azt gondolom reprezentatív módon bemutatni az Argumentum kiadó és az Országos Széchenyi Könyvtár, mint könyvkiadó jó voltából ezt az egyébként felbecsülhetetlen értékű kettőst. A himnusz nem mindig így énekelték, ahogy manapság. Korábban jellemző volt a verbunkos, a koriambikus úgynevezett lengedező stílus. Írja Rizskó Kata zenetörténész az albumban megjelent tanulmányában. Az első világháború előtt a dallam sokfélesége elfogadott volt. A mai változat lassabb, mint az 1844-ben írt Erkel mű. Ez a kor dalstílusára jellemző, például Egressinek is ismerjük a himnusz pályaművét is, az is hasonló ambitust jár be, mint ahogyan a szózat is. Erkel pályaműve elsősorban a kölcsei vers megzenésítésére készült. Nyíltan nem volt-e kimondva, hogy az egész pályázat egy nemzeti himnusz létrehozását szerette volna elérni, amellett, hogy természetesen a kornak volt egy igénye egy nemzeti himnusz létrehozására, és Erkel a kölcsei versét egy magasztos, himnikus, európai himnusz stílusban zenésítette meg, amit részben a kortársak is volt, aki a sajtóban kifogásolt, hogy talán ez nem eléggé népmelódia, nem lesz elég népszerű, más viszont éppen a himnusz magasztosságát dicsérte a korabeli sajtóban. A Magyar Himnusz képes albuma kiadvány zenei melléklete egy DVD, amelyen a kották mellett a himnusz többféle előadása is hallható.